congratulations to home team on a win that was really aggressive. We didn't find solution, we lost 26 balls and this was key of the game. We must stay positive, learn on these mistakes and prepare for next home game. Jól kezdtük a mérkőzést, igazából az elejétől mondhatjuk, hogy ez befolyásolt az egész mérkőzést. Nagyon agresszívan védekeztünk, úgy ahogy megbeszéltük a mérkőzés előtt. Jól kivettük a kulcsjátékosaikat, és ez hajtani az egész mérkőzésen sikerült. Sajnos 20 adott labdánk volt a mérkőzésen, azon mindenképpen javítani kell a következő mérkőzésre. Ezt a felére mindenképpen le kéne venni. Sok sikert kívánok a Kaposvárnak és boldog életvágon. Én is hát gratulálok a körmennek, óriási energiákkal játszottak. Nagyon, tehát ebből mindenképpen ez egy olyan mérkőzés volt, ahol a csapatunknak ebből tanulni kell, és tényleg megéreztük azt, hogy milyen egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt, és annak nagyon örülök, hogy a harmadik negyedben volt egy olyan 5 perc, ahol hasonlóan agresszíven védekeztünk mi is, de hát nyilván azért ez nagyon kevés volt. Az, hogy volt 26 eladott labdánk, nyilván nagy része a mi hibánk, de azért ez dicséri a körmennek az nagyon agresszív védekezését. Nyilván van egy 6 határ, ami minden mérkőzésen más. Ez most magas volt ez a 6 határ, és hát így azt gondolom, hogy egy nagyon, tényleg egy nagyon erős körmend ellen hiába küzdöttünk, néha bejöttünk 10 pontra, de nem volt esélyünk a győzelemre. Gratulálok nekik a Nemzetközi Kupa szereplés miatt is, és sok sikert. Congrats to my team and to our fans. I think we saw today a solid game. We won every quarter, which is a good sign. I'm not happy that we have 20 turnovers. This is also due to the aggressive defense from Kaposvári. They give us some problems in some moments, or not only aggressive, but let's say changing defense. Against some players they go under, against some players they go very aggressive hedge out. So to find always the right solution, we made some mistakes, but overall we can be satisfied with this game. And I'm happy that we end the year 2019 on a very positive note. I think this was a very good year for Kermit basketball. We won the Alpe Adria Cup, we won the silver medal in the Hungarian Championship. We are again in second place in the standings, we are in the second round of the FIBA Europe Cup. And all this for a small club like Kermit is, I think, extraordinary, and I think we can be very happy about this. And then we have now 2 days to celebrate this, and then on 1st of January we will start to work to have an even more successful 2020.